Meg mulatságosabb epizód. Két nagyon szép volt, az egyik az az, amikor 18 percet beszéltem az ablak rés szigetelésről. Oh. Igen, és kínomban már nem bírtam mást kérdezni a nem túl beszédes ilyen 40-es úriembertől, mi volt a legnagyobb rés, amit életében betömött. És a nagyon... hogy milyen a tévé, sem én nem jöttem rá, mit kérdezek, sem a vendég. A vendég elkezdte mondani, hogy másfél-két centi közötti réseket szoktunk ezzel a szivacsos anyaggal betenni. Csak azt láttad, hogy az operatőrök kidőlnek a rögésre, de hát az igazi nagy dolog az az volt, ez a Brazília legrondább parasztja. Az hogy volt? Ilyen lapzsemle volt, és akkor kaptad az újságot, természetesen nem mindig olvastad el reggel fél hatkor, hogy mik a hírek, hanem élő adásban olvastad, hogy megválasztották Brazília legrondább parasztját, Juan Antonio Kutykurúgy, a nem tudom milyen tartományban élő, 46 éves félbandzsa, kopasz Santa, parasztot választották Brazília legnagyobb rondább parasztjának. És akkor így befejezted a hírt. Vagy eljutott, hogy mit olvastál te. És elkezdtél előbb csak ilyen kicsiket röhögni. Majd egyre jobban belegondoltál, hogy mit olvastál föl, sőt aztán meg is néztem, hogy egyáltalán jól olvastam-e föl. Azon még jobban elkezdtél röhögni. Ez odáig ment, hogy kimentem adásból. Klip, reklám. Szóval izé minden megvolt. Az összeszedtük magunkat, mosakodás, minden, és visszaültünk, és játék volt. És telefonos játék volt, és tudod, próbáltad, mert még akkor is nagyon kell szögni, és mondtad, hogy kezdjét sokan, jó napot kívánok. Hát mi volt a válasz? És azt mondta a telefonon, kész, nem lehetett folytatni az adást. Erről van bejátszásunk? Vagy egy hívásba kérni? Erről. Na, szóval akkor ez meg is van, na, nézzük meg. Jó, szóval a számítógépesek, hitelkártya tulajdonosok és mindenki. Lapozza fel a népszabadságot. Azt kérek, ennek valamit elkülönöm. Mi nincs? Olyan mondom. Nem. Éjfélkor ne telefonáljon, mert előfordul az, hogy... Halló? Halló? Bocsánatot kérek. Köszönjük a támogatást, ezt megmondja, hogy ki a pocsa. Én igazi vagyok, mert nem bírom megkérdezni. Szóval én intézem. És képzeljük el, ez egy élő adás volt. Nem lehetett mit csinálni, ez egy rendes. De nagyon hiteles, mert ahogy gönnyezen mentél el, akkor úgy nézett, hogy a barna maci a nadrágban is.